Mit szólnak Bajnai Gordon legújabb felvetéséhez? Az Inforádió Aréna című műsorában volt vendég nem sokkal ezelőtt, ahol azt mondta, hogy kettő feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy az Együtt PM, MSZP választási szövetség az kinyissa a kapuit esetleg a DK előtt is, hogy Gyurcsány Ferenc vezette demokratikus koalíció a megállapodás része lehessen, így fogalmazott. Az egyik feltétel Bajnai Gordon szerint az, hogy helyre kell állítani a bizalmat, ami október 23-ai ellenzéki demonstráció előtt kötött egyességnek a felrúgása miatt ingott meg. Semmiféle kritizálás nem történt. Gyurcsány Ferenc, Fodor Gábor, Kunce Gábor és Bokros Lajos elmondta azt a véleményét, hogy szélesebb összefogásra van annál szükség, mint amit október 22-én a két párt kötött. Nincs eufória ez ügyben. Hát Lendvai Ildikó is azt mondja, hogy ki kell nyitni ezt a együttműködést. Kónya Péter ezt mondja, Bajnai Gordon pártjának egyik társelnöke mondja, hogy ki kell nyitni. Nem október 23-ával kell foglalkozni, hanem azzal, amit az ország vár. Az ország közös miniszterelnök jelöltre vár, meggyőződésem közös egyéni jelöltekre vár, és közös listát szeretne, és keressünk végre egy olyan miniszterelnök jelöltet, akár újat, aki győzelemre viszi ezt az oldalt. Gyuri? Van egy választójogi törvényünk, van egy választójogi eljárási szabályrendszer. Azt kötelezi mindenkire, aki nem jobbikos és nem Fidesz hívő, hogy egy blokkba álljon. Ezzel nem érdemes vitatkozni. Aki tud számolni, az azt is átlátja, hogy ha sokan indulnak, akkor csak a hatalommal lévőket tartja a hatalomban. Nem érdemes ezt ideologizálni, szerény álláspontom szerint. Aki nem akar a jövőben esetleges Fidesz jobbik kormányra szavazni, az próbálja meg azt, hogy egy helyre megy, és egy emberre, és egy jelöltre, és egy listára szavaz. Zsuzsa? Én ezzel egyetértek, azzal a kiegészítéssel, hogy ez az új választási rendszer, ez nagyon lejt a Fidesz felé. Tehát itt nem nagyon látok más lehetőséget, hogy több lista lesz már a csak hogy világos legyen, nyilván arra célzol, hogy nincs visszaléptetésre a lehetőség, mert hogy nincs hát egyrészt egyfordulós, másrészt a területi, a körzet igen, határokat a megváltoztatták. Tehát egy csomó olyan intézkedés van, vagy olyan az új törvény, ami nyilvánvalóan feléjük lejt. És hát azt gondolom, hogyha itt a baloldal nem tud egységes lenni, ugyanazt, amit a Gyuri mondott, akkor a helyzet reménytelen. Két dolgot hadd cizelláljuk egy picit, az egyik a Fidesz-Jobbik kérdés. A Jobbiktól nem kell félni a tekintetben, hogy releváns szereplője lenne a 2014-es parlamentben. Biztos? Tuti. Pont az a most jellemzett egyfordulós választási rendszer, ahol neki nagyon kevés tartaléka lehet, ahol nem tud senkivel se összefogni, nem tud megállapodást kötni, az őt arra predesztinálja, hogy a mai ismereteink szerint egyetlen egyéni mandátumot se nyer el, ha ilyenje nem lesz, akkor a győztes kompenzáció elvében se ér. Bár így lenne, úristen. De nem nagyon lehet tudjuk. Másképp, mert bocsánat, azt gondolom, hogy az Zoltán arra gondol, hogy borzasztóan fél az a szélsőjobboldali szavazó, hogy elveszik a szavazata, hanem a Fideszre szavaz. El akarja dönteni, így van, és a Jobbik országosan kiegyenlítetten 9-10%-on, ez azt jelenti, hogy nincsenek most már erőközpontok. A Jobbiknak, a mostani frakciója az a töredékére fog csökkenni az új tetejébe, kisebb parlamentbe, és nincsenek szabad vegyértékei egyik irányban sem. Annál inkább kéne összeállni. Az összeállásról pedig annyit csak, hogy azt érdemes, én az 2010 óta azt tapasztalom, hogy létrejöttek új formációk, és mindegyiknek az volt az érve, hogy azért kell csinálnom egy új párt, mondta a Gyurcsány Ferenc, mondta a Bajnai Gordon, mondta Fodor Gábor, Bokros Lajos, Kunce Gábor és még sokan, mert ugye a jelenlegi ellenzéki pártok nincsenek rendben, és vannak olyan szavazók, nem is kevesen, akik soha nem szavaznának oda. Ugye ezt hallottuk. Most ugyanezek a szereplők azt mondják, hogy azok a szavazóik, akik csak rá lettek volna hajlandóak szavazni, azok most egy olyan pártra szeretnének szavazni, amiben benne van Mesterházi Attila, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon. Nekem ez nem logikus. Tehát én hallottam az ellenzéket. De akkor mi a logikus, Zoli, hogyha ez mind nem logikus, akkor mi lenne a megoldás? A harmadik, amit fontos látni, az az összeállás mikéntje. Mm. Mert ugye szeretik elmosni, jellemzően a kispártok, akik félnek, hogy nem érik el az 5%-on, szeretik összeállni, és azt mondják, hogy fogjunk össze. Na de hogyan? Közös listára ugyanis nincs szükség.
abban az esetben, és a demokratikus koalíció most szépen megy fölfelé, szerintem meg tud lenni önállóan az 5% a 2014-ben, neki és ők is ezt mondják, nincs szüksége arra, és ettől kezdve a szavazatmaximalizálás már pont úgy tudna működni, hogy például azok a DK-sok, akik nagyon nem szeretik az MSZP-t, és ugye aki olvas internetet, hallgat rádiót, betelefonálós műsort hallja, hogy nagyon utálják az MSZP-t, azt nem kényszerítjük arra, hogy ő szavazzon. Két listára szavazunk, ezt mondjuk el a nézőknek, hogy két szavazatunk van, ugye? Az egyik az egyénire, a másik a listára. Hát ugye ez nem lista, igen, az egyéni mondat. Két listát mondtál. Mindenki világosan látná, hogy hogy fog ez történni. Tehát ha Zoli vagy a Gyuri nagyon vagy... egyszerű, ugye a listáknál egyáltalán nem szükséges összeállni, sőt azt látjuk, hogy lehetnek taszító elemek, amely... Ugye vannak emberek, akik azt mondják, hogy nekem ez a politikus rendben van, ez rendben van, de ha együtt vannak, nem működik. Az egyéni mandátumokért folyó harcban ott fontos az, hogy megállapodás szülessen, hogy közös jelölt. Ha erről szól az együttműködés kinyitása, akkor valóban az egy kampánytechni, vagy szavazatmaximálás szempontjából fontos döntés lehet, hiszen azt látjuk, hogyha mondjuk Budapest belvárosában elindul mondjuk egy MSZP vagy együtt jelölt, mert ugye ők csak egyet indítanak, mellettük még egy DK-s, mellettük még egy LMP-s, akkor nyilván a másik oldal, aki egyébként pont itt hát, igen, de közös listára a tekintetben, hogy szavazatot maximálizálni nincs szükség, és még egy mondat tőlem. A töredék szavazatok is másképp működnek, mert ugye az egyéni mandátum miatt most már győztes kompenzációra kell odafigyelni, tehát az egyéni mandátum kiemelt fontosságú, és egy mondat, nekem kis magányos liberálisnak egyébként messziről idézek Mao elvtárs, tehát hogy virágozzék 100 virág, nekem egyébként az a világ tetszik, ahol nekem nem azt mondják, hogy akkor most beterelünk egy akolba, és itt van mindenki, és csak ezt teheted. Nem ez a világ van most. De én meg azt tudod, csak ugye az a baj, hogy most arra kérnek felhatalmazást, hogy milyen világot teremtsenek, és hogyha ezek az alapjai, nézd meg, egy október 23 nem sikerült ennek a bagázsnak összehoznia úgy, hogy ne az legyen a vége, hogy jobban utálják egymást, mint a Fidesz. Hogy fognak közösen kormányozni? Látod te magad előtt azt, hogy ezek az emberek egy kormányprogramban, egy 4 éves működésben megegyeznek úgy, hogy a Fidesz nagyon erős lesz ellenzékben? Ez egy szükséges rossz, úgy hívják. Jó, szükséges de akkor mi lenne rossz a megoldás ennek a technikai nem fogjuk tudni megoldani az egyetlen dolgot. Azt mondta Zoltán, én mint egyszerű liberális, hát én meg egyszerű MDF-es, Antal hívő, keresztény, demokrata, liberális pártot szeretnék, de hol van? Hol van az én pártom? Nincs. Ugye milyen rossz az, hogy a jobb oldalon sincs választása? Hát ez az én problémám. Én a bal és liberális oldalon sem, hogy ott is csak egy Fidesz van. De Zoli, mondjuk el a nézőknek, vagy mondd el, mert te vagy a profi. Mi az a választási párt? Hát nem ugyanaz, mint az ideológiai pártválasztás. Hát ez egy szükségesség. Persze, itt muszáj erre az átmeneti időszakra, akik le akarják váltani a jelenlegi hatalmat, egy látszólagos és jó hatékonyságú együttműködés. Utána megint kell egy választást tartani, visszahozni a jogalapokat, visszahozni az egészséges választói. Erről most nem jutunk vizet, erre most nincs idő. Sajnos nincs. Menjünk tovább.